Engem még tisztelet, kedves barátaim, én Oszkár vagyok, és elhozok nektek most egy újabb húsos Fallout epizódot. Hús is! Szeretjük a húsos epizódokat, tele hússal, húsgombóccal, egyébként ezért gyümölcslevest tettem ebédre, meg marhapörköltött rizssel, nagyon finom volt. Ez az edzőtermi kiszerelés, tudod. Na. Szóval Villan Zsolt barátunk egyik epizódban mondta, hogy a gogos verziónál nincs ez a hiba, hogy eltűnnek a szövegek. Majd utána nézzük, de már most ugye a végigjátszás idejére nem akarnám megváltoztatni itt a dolgokat. Na. Igen. Szóval van most már páncélovicsunk. És akkor nyomok egy mentést. És akkor, hát ugye most így vagyunk. Na most bemehetünk ide a hospitalba, és akkor beszélhetünk ezzel a két fickóval. Azt mondja, hogy zárva vagyunk, gyere vissza később. Mikor rendel az orvos? A doki 8-tól 5-ig várja a betegeket, most pedig távoz. 8-tól 5-ig. Na. Távoznék, ha tudnék. Azt mondja, 8-tól 5-ig. Hát igen, egy órával elkéstünk. Jó, hát akkor reggel 6-ig. Plusz még 2 órát. Várunk is, akkor 8-tól 5-ig. Na, most már akkor nyitva van a doki. Okidoki. Szép időnk van, nem de? Ja, nagyon. Hogy mennek a dolgok? Jó, és nálad? Kugár fasz a gyerek. Hé, tudnom kell, beszélned kéne a spanommal, Flashnek hívják. Ő majd segít neked. Jó. Oké. Nem segít. Nem mindegy, a dokival beszéljünk akkor, hogy mi a lófitty van. Az orvos házon kívül van, azt mondja. Nem is van. Kicsit, mint hogy a magán kívül is lenne. Na egyébként érdekes dologra lehetünk. És itt lemegyünk. Itt van egy törpentyű. És meg lehet nézni egyébként, hogy mi van az asztalon. Az asztalt valamiféle biomassa borítja. Itt pedig mik vannak? Egy szabványos asztal a dolgok tárolására alkalmas, de nem is azt akartuk megnézni. Na, hogy mik vannak rajta? Hát ilyen mindenféle ilyen emberi darabkák. Maradványok. És beszéljünk ezzel a fickóval. Mit keresel itt lenn? Hát itt most muszáj egy kicsit hazudnunk. Ne beszélj így velem, te kretén! Azért jöttem, hogy megnézzem, mi újság veled. Hát, a főnököt küldött le. A testrészek majdnem készen állnak, hogy útnak induljanak a hubba. Természetesen, ezért is vagyok itt. Gyíkember Bob küldje. Ő lenni boldog, sok-sok jó hús. Emberi testrészeket ad el, hogy aztán az emberek megegyék? Bobnak eladjuk, étkezésre. Miért kérdel, mire használjuk? Nem voltam benne biztos, hogy Bob innen szerzi az ember húst. Igen, Morbid Dokinak van a legjobb emberi testanyaga. Sehol nem találsz jobbat. Hamarosan visszajövök, hogy felvegyem a testeket. Viszlát. Szóval így le lehet lépni. Na most... A dokit... szembesíthetjük a tényekkel. De mivel házon kívül van... Bár nem értem, hogy miért van házon kívül, akkor még adjunk neki egy órát. Adjunk neki még 2 órát. Na most is házon kívül vagy? Jaj, Morbid Doktor vagyok, segíthetek valamiben? Tudok a gyíkos Bobbal fennálló üzletéről, maga hentes. Mi a fenét ért ez alatt? Váltottam néhány szót a maga talpnyalójával. Gyanúsan ide-oda nézeget, ez nem bizonyít semmit. Gretsch egyszerűen csak egy kicsit lassú felfogású fickó. Senki nem hallgat itt rá, a legjobb lesz, ha most távozik. Szóval őt nem lehet megzsarolni. Hogy majd Bobot fogjuk.
Ám már megint maga az, tetszik a stílusa, még ha nem is vagyok oda magáért. Most éppen miben segíthetek? Hát, üzleteljünk. Hát, hogy vannak jó cucci. Érdekes, ez a szerszámkészlet, amely sok hasznos szerszámot tartalmaz, beleértve a fogót is. Ugye ez egy fogó, de engem mindig valamiért arra emlékeztet, mint hogyha valami ilyen melbimbóra csiptethető kínzó eszköz lenne, tudod, ami áramot kell vezetni. Nem tudom miért, de mindig erre emlékeztet. Na viszont van 2 darab gyógyinjekciója, úgyhogy ezt lehet, hogy megvesszük tőle. Mi az, ami innen nem kell? Hát... minden eléggé kell. Akkor hát kifizetjük. Jó, az üzletelésre arra majd fogok azért egy picit pontokat adni. Hát ugye legutóbb itt beszéltük, hogy a kézilőfegyvere meg a közelharc az most már így nagyjából ennyi. Hát fölöslegesennél feljebb vinni, mert majd ugye az energiafegyvereket is közel ilyen szintre fel kéne vinni. Majd ezt 4. szakértelemnek beveszem, és akkor végül is a többi pontok az most az üzletelésre, meg a beszédre fog elmenni. Tehát a következő cuccat az valószínűleg az üzletelésre fogom az egészet. Utána pedig beszédüzletelés. Aztán amikor majd már fel lehet venni a energiafegyvereket, akkor azt is zúzzuk felfele. Meg mondott itt még valaki egy olyan dolgot, hogy ha majd megjelenik az a lehetőség, hogy hú, nem tudom mi a neve, de egy képesség, gyors lövő talán, hogy akkor nem 4 akciópontba kerül egy lövés, hanem csak 3-ba. Úgyhogy majd még azon el kell gondolkodni. Na viszont, én azt hiszem, hogy itt már nagyjából végeztünk. Mi most egyszer utoljára talán lehet, hogy beugrok körülnézni a fegyverboltba, vagyis hát a General Store-ba. Egész pontosan, hogy milyen cuccak vannak ott. Hát, hogyha érkezett új szállítmány, meg ilyesmi. Ja, még várjál, még Gizmóhoz vissza kéne menni. Mert ott még úgy emlékszem nem fosztottuk ki külön, ugye? Tehát várjál, akkor először oda menjünk. Úgy emlékszem nem fosztottuk még ki. Mert érdemes visszamenni. Ugye a holtestekat azokat így simán ott hagyták. Ott lettek hagyva. Úgyhogy, ja, arra mindenképpen elmegyünk most. Ja, elhatároztam egyébként. El fogok menni. Most már egy ilyen antitest gyors tesztre. Antigén gyors tesztre. Hát, hogyha már túl vagyok ezen a vírusos dolgon. És akkor kapok egy legalább 3 hónapra való szabadsági jogosítványt, én így hívom. Na, egy Gizmóhoz menjünk be. És... ja, tudom, igen, nem hiszem, hogy kifosztottuk volna. Valami bizsereg neki. Ja, legyek szállnak körülötte. Na igen, itt van egy ilyen eszköz. Ez a Mauser M96 márkájú 9x19 mm-es lőszert használó Parabellum. Remek állapotban van, nagyon pontos. Igen. Hát 9 mm-es. Őszintén szólva, ez eléggé egy fos fegyver. Viszont van nála 100 kupak, meg kaja, meg minden, úgyhogy ez is szépen átemeljük ezeket a dolgokat. Szép töltények. Na most, hogy összehasonlítjuk például ezt a vadászpuskát. De a görgő nem működik, olyan kár. Mondjuk ezzel. Látod? Ez 5-től 10-ig, a vadászpuska az 8-tól 20-ig. De hogyha izével hasonlítod össze a 10 mm-essel, akkor a 10 mm-es az még erősebb is, úgyhogy... én szerintem az lesz, hogy itt majd ezt eladjuk, ezt a pisztolykát. Nincs különösebben értelme. Vér, blood. Az egy jó játék.
Igen, van itt egy kis hiba a játékban, hogy itt ugye világos volt déli részen, amikor felfelé jöttünk így a képernyőkön, most egy besötétedett, furcsa. És mi várjunk már egy 4 órát, hogy kivilágosodjon, he. Na, mi ez itt? Fogalmas, hogy mit jelent az, hogy instant spagetti. Nem baj, ezért eltesszük. Nézzük meg akkor ezt a könyves polcot. Nincs semmi. Ilyen takarásban lévő tárgyakat is keresgélni kell. Na és itt van egy ajtó. És nagyon zárva van. Úgyhogy megpróbáljuk feltörni. Na, csak a zárak a kettes. Sikerült kinyitni 25 tapasztalati pont. Na nézzük, mi van itt a könyvek között. Egy teljesen hétköznapi méretű zsák, melyet Brahmin szőrből szőttek. Igen. És mi van benne? 100 kupak. Jéééé! Álljad idefele! Meg ami azt illeti, magát a zsákot is kérem. Meg van egy öngyújtónk. Egy jó állapotban lévő ezüst bután öngyújtó. Tudtam, ma nem lehet semmire használni. Csak eladni. Fegyvermagazin, mely ismertetőket tartalmaz különböző tűzfegyverekről és azok hatékony használatáról. Hát ezt, mint a disznó, mindjárt megtanuljuk. De csak azt akarom megnézni, hogy 147-20-20. Aha, tehát kifejezetten a kézilőfegyverekre vonatkozik. Úgyhogy akkor ezt nem fogjuk elolvasni, hanem eladjuk, mert elég sokat ér egyébként egy ilyen magazin. A készítők ezzel nem foglalkoztak, akkor is elolvasod és felhasználod, hogyha már a tudás a birtokodban van. Ó, nézd, csak van itt egy ilyen kis pici. Tegnap megnéztem egy régi rajzfilmet, amit már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rég láttam. Ez a Brémai muzsikusok. 1989-ből, 3 éves voltam, amikor az megjelent. Grimm mesé, egy Grimm mese. Tudjátok, amikor egy kutya, egy macska, egy szamár, meg egy kakas összefog. Mindegyik nagyon jól tud zenélni. És nézzük meg az ágyat kicsit közelebbről. Takaros is ágy. És elmennek Brémába fellépni, és akkor ilyen, hát hogy próbálnak, szerencsét próbálnak. Egy kis aranyos rajzfilm, most tele van jobbnál jobb zenékkel, szóval így meg is lepődtem, hogy hú, ilyen jó zenéi voltak ennek a rajzfilmnek. Kifejezetten kellemes muzsikák. Na jó, szóval akkor mondhatjuk, hogy kifosztottuk az ipsét. És akkor most jön az, hogy a General Store-ba el akarok menni. És ami nem kell, azt eladjuk, ezt kész. Szóval ilyen gyenge pisztolyt fölösleges tartani. Mert miért vagyok annyira kint a képből? Várjál, már meg kéne igazítanom. Egy pillanat. Megigazítom a webkamerát. Várjál, lehet, hogy ez bonyolultabb lesz most ennél egy kicsit. Hát egy picit átrakom a főképernyőjét, jobban látom. Kis kulisszatitok. Úgyni? Így kész. Mert tovább! Na. Na, szóval akkor bemegyünk ide. És akkor beszéljünk ezzel a fickával. Ja, egyébként nem is tudom, ez kicsoda itt fent. Roncsvárosi őr. Ugye az gizmóval, meg a slepjével. Szerencsére nem jelnek.
Érdekes, hogy itt olyan beszélgetések vannak, mint hogy nem is ismernénk egymást. Vásárolni akarok valamit. Well, that's a damn fine coincidence. That's what this store is here for. We got about everything you can need. Let me show you some things over here. Mutassad. Jó, azt aladjuk. Pisztolytöltényt is. Meg akkor ezt is. Hújj, ez ilyen sokat ér. Meg akkor ezt a spagettit is, meg ezt is. Hú, lehet, hogy ez túl sok lesz. Ezt a három medkitet ezt elvisszük. Akkor ezt a töltényt is legyen. Vadászpuskantyúba. Hát igen, a Desert Eagle. Kettő is van. Jó, ez is jöhet, ilyen páncéltörő lőszer. És akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy akkor a töltényt azt visszavesszük. Akkor ezt is. Inkább akkor ezt odaadjuk. És akkor... Mindegy. Még jelent, azt mondjam, 5 darabot kell akkor még ide átrakni. 1659, 1659. Oh yes! Ígyni! Szóval figyelni kell arra, hogy ne legyünk azért nagyon túlterhelve sem. De most így, hát 73 tövegünk, de ugye gyakorlatilag ezt a lőszertípus használjuk a legtöbbször, ugye ami a vadászpuskába megy bele. De ez a töltény egyébként más fegyverbe is jó lesz, azt hiszem. Na jó, most már akkor mehetünk tovább, elhagyhatjuk ezt a várost. És most őszintén szóval nem tudom, mi legyen. Mert, és hát tudom, hogy milyen lehetőségeink vannak. Csak most hol menjünk tovább, még van 110 napunk. És én pontosan tudom egyébként, hogy hol van a víztisztító chip. Hát már nem először játszok játékkal. Tehát bőven ráérünk még most oda elmenni. Lehet, hogy most kalandozgatni kéne egy kicsit, szinteket lépegetni. Őszintén szólva, a hubba most nem szívem szerint nem mennék el, mert ez egy hatalmas nagy hely. Egy rohadtul nagy hely. Szerintem a fosztogatókat kéne kiírtani. Ugye szó volt róla, hogyha majd visszamegyek oda, akkor már elfenekelnek, hát meglátjuk, hogy hogy tudnak elfenekelni, főleg, hogy négyen vagyunk most már ugye a kutyával együtt. Kis Nuka-kólát töltök magamnak, pillanat. De csak fallautazás közben iszok kólát egyébként, azért is szeretek fallautazni. Jó. Egészségünkre. Én gyorsan berakom a láncsát, mert itt most közelharcra is szükségünk lesz. Hát csinálok egy nagy mentést azért előtte. Na gyere, öcsém! Gyere, kocsag! Rám támadt a köcsög fiú! Ledöflek! Jaj! Ham! Esélye se volt szerencsétlennek, meg se tudott moccanni. Szuper páncél. Hát ja, ezeket el lehet adni. Beszélni kéne ezekkel a fickókkal, várja. Tehát például ő velem. Milyen fegyveres képzettségi itt vannak? Elég korrekt felderítő képzést kaptam.
Tudom használni a dárdát, de a kisebb pisztolyokkal és puskákkal sem állok hadilábon. Hát igaz, látom, hogy neki van egy puskája, jó? De azt nem tudom, hogy van-e dárdája. Mert akkor most adok neki. Igen, látom, milyen izéje van. Puskája, az a kezében van. 40 sörétes. Adok neki akkor egy dárdát. Ugye nekem akkor így már kettő van. Azt nem tudom, hogy a páncélt azt felveszik-e. Hogyha adok. Mindegy, nesze. Oké. Okay. És akkor ilyennek megkérdezem ilyent. Géppisztolyok, igen. Pisztolya, géppisztolya. Lehet, hogy neki a géppisztolyt tudok én adnom. Már nem, az én kezemben is jó. Nem, most az érdekel, hogy a páncélt az felveszi-e. Legközelebb harcba, csak tudom, a legjobb fegyveredet használd. Kár, hogy ezt nem lehet neki megmondani, hogy és a legjobb páncélodat. Na, valami? Aha. Hát nem tudom, mindegy. Egyébként rengeteg páncélot fogunk itt találni, úgyhogy... Hogyha még pocsékba is ment, akkor se baj. De hallottam egy ilyen bugról a Fallout 2-ben, de nem tudom, lehet, hogy ez egyben is így működik, hogy kinézetre a karakterek egyformának tűnnek, kívül a főhős. Tehát ő, hogyha a páncélt vált, akkor ő megváltozik a külneme. De... Szóval például ilyennek ilyen bőrszerelésű kinézete van. És viseli a páncélt, csak ez alatt. Szóval, hogy kinézete nem változik meg, de igazából viseli a páncélt. Nem tudom, Villan Zsolt lehet, hogy erről többet tud. Egy halom régi keretű kartondoboz, alig tudod elhinni, hogy ilyen sokáig éppen maradtak. Hát valóban hihetetlen. De gyertek, fiúk, menjünk! Mik ezek a csövek itt? Határozottan semmit nem ér, ehhez kétség sem férhet. Na, kicsalogatjuk ezeket a... Hú, ennek már... Izéje van, akkor vissza is lövök. Aha, hát igen. Igen, 30 éve. Jó, akkor fedezébe vonulok gyorsan. Megvárjuk, hogy másik kijöjjön. De a kutya az nem szarozik, ez berohan. Akár mekkora izé is. Valószínűleg el is fogjuk őt veszíteni valamikor. Hát, újra töltés. Na gyerünk! Nagyon sok életére annak a bentinek. Meghalt, ja. Na nézzük. A sima lövések jók. Fallout 3-ban is a legtöbbet a vadászpuskát használtam. Egyébként az rengeteg lőszer volt hozzá a játékban. Hát így azért könnyebb, hogy már így négyen vagyunk. Bár szerintem egyedül is le tudnám őket nyomni. Ha nagyon akarnám. Igen, a szemtámadás az nagyon durva. Hajítani is lehet egyébként a dárdát. De ez csak akkor érdemes, hogyha legalább kettő van. Ezt elvétettem. Kinyifant.
Csúnyán megsebesítettek, ezért 12 épét vesztettél. A hegy örökre megmaradt, de legalább lesz miről mesélned. Az biztos. Jó, a főnök egyébként, ő vele kellett volna leállni boxolni az elején. Na. Próbálj meg egy kicsit érzékenyebb ponton eltalálni. Na, ez legalább heg nélkül begyógyul. Na még azt mondja, hogy egy nőci van még ott fent. Volt. Hogy elszaladt ilyen? Még ott is vannak. Jó, utólag kifosztjuk őket, akkor most harcoljunk tovább. Menekülés! Megpróbálom valami eltalálni hátha. Ilyen messziről. Nem szabad szemtanúkat hagyni. Ah, szintlépés. Na akkor lépjünk is szintet. Ugye úgy beszéltük meg. Hát ugye ez most egyértelműen azt jelenti, hogy ha ilyen messziről 95%-os valószínűség el tudok találni valakit, hogy ez már tényleg fölösleges ennél feljebb vinni. Most csak kíváncsiságból toljuk már fel. Aha, igen, 200-ig fel lehet. Jó, persze most visszaveszem. Azt mondja, hogy na akkor azt beszéltük, hogy hát igen, a üzletelés az kéne. Most 24-ről fel tudom venni 42-re. Igen. Igen. Úgy emlékszem, hogy 10-es szintig viszonylag gyorsan el lehet jutni. De mondjuk, ha még két szintet az üzletelésbe belepumpálok. 2-t a beszédbe, és utána mindent az energiafegyverekbe, akkor olyan 12-es, 13-as szinten szerintem el fogunk tudni jutni a játék végéig viszonylag könnyedén. Legfeljebb videón kívül még így gyilkolgatok így a világtérképen, és még egy pár szintet majd fejlődök, de majd meglátjuk. Na, úgyhogy akkor ez így jó. Mást azt most nem lehet fejleszteni. És akkor nézzük meg, hogy mi volt a nőcinél. Fú, mennyi... rohadt sok minden. Dobók és minden. Na, ha már itt találtunk egy ilyen Desert Eagle-t, összehasonlítjuk akkor a sebzését egyébként. Azért mondom, nem annyira nem érdemes vásárolni ebben a játékban ilyen fegyvert, mert úgy adagolja a játék. Tehát most egy ilyen Desert Eagle nem is tudom mennyibe került volna, hogyha azt meg akarjuk venni. Lehet, hogy a gatyánk is rámegy, így meg csak így puty dob egyet a játék. Na tehát a Desert Eagle 10-16. De a táv az csak 25 távolság. Ja, igen, az a vadászpuskával azért tudtunk 95%-os valószínűséggel találatot izélni, mert a távolsága az messzebbre hat, hát egy vadászpuska nyilván. Na igen. No, mi van még itt akkor, amit össze lehetne hasonlítani? Hát, körülbelül ennyi. Jó, akkor visszacseréljük a dolgokat. Viszont... lehet, hogy akkor ilyennek... adok... Desert Eagle-t. Mert ő mondta, hogy a pisztolyokhoz jól ért. Megtalálom a dobóeszközökhöz is, azt majd mindjárt meglátjuk. Mindjárt megkérdezem tőle.
Jön az a másik fickó. Uh-huh. Jó. Hogy nem? Mindegy. Jó lesz ez így. És akkor menjünk ide. Halló. Dárdás, jó reggelt kívánok. Esküszöm, megbánotta ezt még. Azt kötve hiszem. Aha, ma Desert Eagle-t használja. Igen, elővette a Desert Eagle-t. Die, motherfucker! Molotov koktél. Házi készítésű gyújtógránát. Hú, a páncélokért egy vagyon fogunk kapni. Ez itt mi? Pózna. Azt hittem, hogy valami puska. De nem tisztel úgy nézett ki ebből a szögből. Hú, ja igen, itt vannak még ezek a hullák, jelen ne feledkezzünk. Kíváncsi vagyok, hogy a karakterünk mikor fog megtelni. Valószínűleg két menetben fogjuk tudni ezeket kifosztani. Ez nem lesz annyi hely az inventory-ban. Az inventory-ban. Főleg a páncélok fogyasztanak sok helyet. Ó, nézd csak, buff out. Fejlett szteroid készítmény, amikor hat, megnöveli az erőt és gyorsítja a reflexeket. Könnyen függőséget okoz. És soha nem használok gyógyszereket. Se a valóságban, se a játékban. A valóságban maximum ilyen fejfejes csillapító gyógyszert, ilyen saridont, de azt is csak akkor, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Na. Igen, ez itt micsoda? Pia. Ősi szeszes ital, még a háború előtti időkből. Egy újabb Desert Eagle, ezt majd eladjuk. De a töltényeket ezt átadom ilyennek. Na és egy fejlettebb páncél, fényezett fémlapok, rendezetlen halmaz, amely durva páncélt alkot. Na ná, hogy ezt akkor felvesszük, mert ez jobb, mint a mostani páncélom. Méghozzá... egy picivel. Igen, bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból meg rosszabb. De hát mégis 25-ös érték, ez meg... hát... de az mondja, hogy plazmával meg a robbanóval szemben többet ér. Normál 25. Lézerrel szemben 75. Hát szóval, igen, picit összességében vagy kevesebbet véd, viszont arányaiban jobban. Tehát főleg majd, hogyha hát ilyen lézer fegyverrel szemben megyünk, ami egyébként nagyon durva. Tehát így, fú, elolvadunk tőle, hogyha a telibe találnak. De ez visszaveri ugye a fényt, és akkor hát így valamivel jobbak az esélyeink talán. Na, akkor várj csak, itt van ilyen. Üzleteljünk. Adom neked a lőszart. Volt itt még, hogy nem? Nem volt. Aha. Ja. Na, akkor igen, ezt már kihoztottuk. Hú, mennyi tudsz. Te jó ég. Mi ez a hang? Kívülről jön. Mentát. Egy dobozni elmemorosító pirula javítja a memóriát és felgyorsítja az agyműködést. Ja, hát egy ilyennel rendelkeztünk alapból is, azt hiszem. Ezzel küldtek ki.
a menedékhelyről, mert tudták, hogy milyen sík hülye vagyok, mindent elfelejtek, meg minden, és akkor adjunk gyógyszert a fiúnak. Na, így jó. Amíg ott is van egy hullá. Ilyen leszlőszered rendesen. Aha, ez már nem tudom felvenni. Ez már sok, na de várj. Átadom a lőszert ilyennek. Igen, na most töltünk meg, úgyhogy... Hát mindegy, levideózom, hogy most ezt akkor eladjuk. Csak hát, igen, a hubban lehetne talán a legjobban. Vagyis hát, roncsvárosban is megpróbálhatjuk éppen. Ja. De most egy kicsit... Lehet, hogy kicsit unalmas epizód lesz most ez. Kereskedői dolog. Na. Jó, megöltük. Mehetünk tovább. Roncsvárosba eladni a cuccast. Ha, Pip-boy emlékeztető. Találd meg a víztisztító csüpét, mi hamarabb? Úgy felerősítéz a mikrofon a kinti zajokat, mint hogyha itt mellettem fúrnának. Nagyon durva. Kapukat zárva tartjuk éjszaka, reggel újra lehet próbálkozni. Semmi gond, reggel találkozunk. Jó, hát akkor várjuk meg a reggelt. Van még 100 nap a chip megszerzéséig. Vagy csak 99. Menjünk! Adjuk el az cuccat! Hát igen, több menetben kell majd eladni. Mert ahogy telnek a napok a játékban, úgy újra termelődnek a cuccok is valamelyest a kereskedőknél. Nem minden cucc. Ilyen nagyon extrém lőszerek azt hiszem talán nem. Ilyen nagyon egyedi lőszerek. Meg, hát idő után már talán semmi. Nem vagyok benne biztos, de nagyon sokat kell játszani azzal a játékkal, hogy kifogjon minden a cuccból, de az is lehet, hogy rosszul tudom egyébként. Na nézzük, mi az, ami hasznos. Hát eléggé semmi. Eléggé semmi. Dobókés. Fú, ez ilyen drága dolog. Hát igen, lehet, hogy mégiscsak az lesz, hogy elmenjünk a hubba. Mert ez így, ez rohadt sok időbe fog telni, mert itt újra termelődik. Kliennek a felszerelése. Túlságosan nagy menők vagyunk már a helyhez. Az jó film, nagy menők, ezt láttátok? Egyik kedvenc filmem. Hmm.
a hub. Let's go. Megtámadtak. A vízkészleted rohamosan fogy, és a víz után tett 4 órányi próbálkozású csűrőt mond, komoly kiszáradással kell szembenézned. Ezért 2 ponnyi sérülést szenvedtél. Hú. A hajad szállott se gördült. Hörnyű. Hörnyű. Na nézzük a hubot. Igen. Így néz ki a város. A kerületei. Ja, itt van egy nagyon jó kereskedő, Old Town van oda. Azt hiszem, hogy mindjárt is nézünk. Természetesen éjszaka van. Reggelig várunk. Alright! Na hát igen, ez egy ilyen nyüzsgős hely. Ez egy nyüzsgős hely, kérlek alásan. Nem akarok most itt minden egyes személlyel leállni, beszélni, mert ezek ilyen vándorkereskedők igazából. És mert ilyen általános információkat adnak nekünk. Tudtam szerint. Úgyhogy most így konkrétan először nézzük meg azt, hogy amúgy itt a közbiztonság nagyon jó ebben a városban. Tehát ezekkel a rendőrtisztekkel is, hogyha leállsz beszélni, én nagyon kultúráltam. Mondják neked, hogy mi a helyzet. Nem fenyegetőznek semmi. Már azt hiszem, hogy még egy ilyen lejjebb kell menni ahhoz, hogy a Old Town-ba el tudjunk jutni. Ahol egyébként lesznek egészen egzotikus küldetések. Jó, ilyen karavánokat fogunk tudni majd így levadászni, meg kísérni. Karavánkísérők is lehetünk. De azt hiszem, hogy ez az a hely. Aha. Jake fegyverüzlete. Magasak ugyan az árak, de jók a fegyverei. Na nézzük. Üdvözöllek a boltomban. Remek árum vannak, áruim. Nyugodtan nézz csak körül. Alright. Üzleteljünk. Hát most először is adjunk el mindent, amit nem használok. Hát én szerintem sima lőszert nem is nagyon fogom használni. Hogyha ezt akkor el is adom, csak páncéltörőt. És akkor majd veszünk páncéltörő lőszert, jelen akkor azt le is cserélem arra. Akkor... Ez nem kell... Ezek nem kellenek. Kések nem kellenek. Ez a molotov koktél sem kell, ennyi ízé sem kell. Hát 4 darabot álladok. Egyet az használatban tartok. 2 pisztoly nem kell. Gyógyszer nem kell. Elközben nézem, hogy itt mik vannak. Rakéta, sörétes. Harci kés. Jó volt a penge, élek garantáltan nem kopik, még egy évtizednyi használatodás sem. Nem rossz. Ez a harci kés, ez jobb, mint a sima kés. De a dárda az viszont messzebbre elér. És azt hiszem, hogy kb. Ugyanannyit sebez, úgyhogy ezért fölösleges. Ezért nem egy rossz pisztoly, ez a 14 mm-es. Viszont ennek van egy erősebb verziója. Úgyhogy ezt majd egy küldetés során fogjuk megszerezni, illetve itt van még ez a harci sörétes. Gondolkodok rajta. Mert ez nagyon durva, ez közelről nagyon durva, van egy ilyen tripla lövése. Amivel gyakorlatilag fossá, szarrá lehet lőni bármit. Főleg, hogy most már ilyen 150% körüli a közelharci, vagyis hát a általános sima fegyvertudásunk. Tehát lehet, hogy egy ilyet majd beszerzek. Meglátjuk. Sőt, tudod mit? Lehet, hogy be is szerzek egy ilyet. A többi szírszart azt még így aladogatjuk. Így. Na. És akkor...
Mennyi töltény van ehhez? Hát nem kell azért ennyi. Egy 100 az bőven elég. És... valamit mit vettünk, még semmi más. Hát akkor leszik, hogy még innen visszaveszek egy pár dolgot. Néhány páncélt. Jó, tudom, hogy ezzel jól fogunk járni. És még majd mindjárt visszamegyünk fosztogatni a fosztogatókhoz. Na. Jó, hogy várjál, neked van izé pénzed is, ugye? Na itt van egyébként az a Geiger számláló. Jelzi a radioaktivitást és annak erősségét, be van kapcsolva. Nem különösebben érdekes egyébként, mert azt úgyis kiírja a játék, hogyha sugárzásban szenvedünk. Mesterlövész puska. Tudod mit? Először lehet, hogy csak eladok mindent. Neki pénz. Ó, itt van egy ilyen ruha. Harci páncél, az kell. Az kell. Most veszem észre. Ja, az kell. Harci páncél, az kell. Na, akkor mi az, amit még el lehet adni? Csak mindig ilyen hasonlítésszerűen írok be számokat, aztán utána így szépen megközelítem. 8, akkor 6-ot kell visszaadni, vagy 7-et? 7-et. Na, 12.731. 12.731. Na. Igen. Na, jó, úgy itt van még egy ilyen páncél is. Igen. Na, most már egy összehasonlításképpen. Igen, ez 30-ra felviszi. És a lézerrel szemben is jó, gyakorlatilag majdnem minden, ez egyik legjobb páncél a játékban. Ennél van még egy jobb. Illetve azon felül már csak a izé jó, konkrétan az erőpáncél. De az csak a testvériségnél lehet megszerezni ennek a fejlettebb verzióját is, meg konkrétan az erőpáncélt. De ez most egy nagyon jó páncél lesz. Na várj, most azon agyalok. Lehet, hogy ezt össze is, meg is nézem most. Kíváncsiságból, hogy mesterlövész puska. Mit volt az előbb? Milyen lőszert használ ez? 223 FK. Igen, mert akkor... Na mindjárt most letesztelem, ez most egy ilyen teszt, vásárlás, vissza akarom hasonlítani a sima vadászpuskával. Puska. Vagy ez. Hát ez a mesterlövész puska 50-es távolságra jó. Picit kevesebb töltény fér bele. 10 helyett 6. Viszont 14 és 34-e sebzése. Ja, egyértelműen akkor azt fogjuk csinálni, hogy most visszatöltöm az állást.
Kivesszük ezt. Innen. És akkor egy mesterlövész puskát fogok venni. Oké. Na, be is készítjük. Nagyon durvák leszünk. Így van. Hát ez még egy, ugye, ezt még nem is nagyon használtam, ezt a fegyót, ugye. Hol lett? Hol lett? Beleraktam volna ide? Na, én ezt még nem is nagyon használtam, de ennek van egy automata lövés funkciója, úgyhogy mindegy, hát úgy magamnál tartom az egy darabig, de aztán valószínűleg az lesz, hogy amikor majd egy már a lézerfegyvereket fejlesztjük ki, akkor ezt eladom, mert a mesterlövész puska az bőven elég lesz a sima általános fegyverek közül. Hát, vagy majd meglátjuk, igazából nem akarok így előre mondani dolgokat. Na, az biztos, hogy most elég tökösek vagyunk. Ez egy jó menet volt, jó vétel volt. Na és akkor most menjünk vissza hoztogatni. Istenem. Szegény fosztogatók. Hát én mondtam, hogy még egyszer elpicsázom őket. Egyébként be is lehet állni közéjük, ami nekem valahogy mindig elkerült a figyelmet, mert soha nem a fosztogatókhoz mentem először, hanem mindig Shady Sands-be, és akkor ott meg ugye előbb-utóbb jön az a küldetés, hogy szabadíts ki Tandit. Na, fosztogatók. Aztán utána szerintem elmegyünk a csippért, nehogy kifussunk az időből. Na nézzük. Akarsz bulizni? Na, na. Pff, 68 élet előtt sebződött. Oké, bulizzunk. Kérdés az, hogy te akarsz-e még ezek után a páncél? Azt mondom, hogy a Fallout 3-ban is a mesterlövész puska az egyik legjobb, ugye? Jaj. Itt milyen szépen ég a tábortűz. Szépen ég benne a tűz. Szó szerint. Ó, azt a begyárját.
szemlővés, 48 AP. Tehát azért is jó ez, mert... Szóval, hogy... Ó, nézzük, mi van ott. Szóval, hogy olyan történt használ ez a fegyver, amikor rengeteg van, és olcsó. És mégis marha nagyokat sebez. Sör, valami házi készítésű sör. Ez pedig magnum. Jaj, beleálltatok a képbe, he. Mondjam, hogy felveszik utólag. Nehogy ilyen kinyirassa magát. Ja, jó. Nem kell őt félteni. Gyere, jó is, hogy jössz ilyen. Gyere csak ide. Adok neked tőtényt. Már lehet, hogy majd még adok neki még ennél is jobb fegyvert, azt a különleges pisztolyt. Amit most meg lehet szerezni majd a izében. A hubban. Tudom is, hogy hogy kell. Mert akkor ilyen igazán tökös férfi lesz. Nem tudom, hogy a Desert Eagle nem lenne az, de van egy még jobb pisztoly. Nézzük meg a szekrényt. Molotov cocktail. Molotov cocktail. Cocktail. Pöcsfarok. Meghalt. Hát, ő támadt ránk. Én nem tértek róla. Sörítes töltény. Magnum. Nézzük meg ezt a ládát. Be van benne. Semmi. Hát a hűtőszekrényben. Bombajcs. Dupla sövő sörítes. Egy özvegyítő Bece nevű Winchester márka jelzésű dupla csövű sörítes puska. Rövid cső, mahagóni markolat. Elsütnék egy ilyet egyszer. Tolvaj kulcskészlet. Most pont jó. Még nem vagyok nagy tolvajok, de nem baj. Fallout 2-ben az a jó egyébként, amit eddig játszottam vele, hogy ott vannak, ugye, hát ott is vannak ilyen követőid, azoknak ilyen különleges képességeik is vannak. Tehát itt van, aki például nagyon jól tud zárakat törni. És akkor, hát annak nyilván ilyen tolvaj kulcskészletet érdemes adni. A tárgylistájában meg ilyen hasonló dolgok vannak. Tehát végülis a lényeg az, hogy tényleg egy dologra kell a saját karakteredet jól ráállítani, a többit azt NPC-kkel el lehet intéztetni, hát ha meg nem halnak közben. Nyilván. Vaj, itt van egy asztal? Én nem dobozok ezek. Aha. Igen, itt tartották fogva Tandit. Ez nem tudom egyébként, hogyha nem szabadítjuk ki Tandit, akkor mi történik. Ja, ilyen útban vagy. Na, azaz. Aha, zárva van. Huhu. Hát akkor... Tolvaj kulcskészlet. Haha, kinyitottuk.
De vajon mi van itt? Ágyikáló. Semmi egyéb. Ja, az is tetszik ez a játékban egyébként, hogy olyan valósághű. Tehát most attól, hogy valami záró van, nem biztos, hogy aranyérmék vannak mögötte, érted? Hű. Ezek aztán nem szaroznak. Jó páncél. Jól megszedjük magunkat, mi? Na és azt hiszem, hogy talán ennyien voltak összesen. Egy kis kinti zavar vici. Igen, aztán ennyien voltak. Na, itt nincs semmi elrejtett dolog. Nincs. Na jó. Akkor szerintem most már úgyis már több mint egy órája játszok. Én most még annyit meg fogok csinálni. Elmegyek a hubba. Eladom a cókmókokat. Lehet, hogy veszek is valamit, meglátom. Aztán a következő részt, azt valószínűleg a hub kezdő részénél fogjuk kezdeni, tehát az elején. És akkor hát úgy haladunk majd előre. De az is lehet, hogy hogy a hubban fogunk kezdeni, de most úgyis meglátjátok, hogy igazából tök mindegy, hogy most mit mondok, de szóval a következő nagy küldetés az majd a vízcsip megszerzése lesz, mert hogyha megvan a csip, akkor utána feloldódik a játék további szakasza, tehát ott már nem fog időre menni semmi. Úgyhogy most már azért kicsit most már kell szorítani az idő, hogy most már ilyen 80 nap alatt a föld körül megjelenek. Na, egyébként jött megint egy újabb támogatóm, köszönöm szépen neki. Remélem leszünk még többen, gyertek Patreonra, tényleg olyan szarfaszú embereket támogatnak, 80-an, meg 100-an. Támogassatok engem is. Na akkor, sziasztok!